Nemrégiben Kakasdó mutatta be Till Jánosné a Tolnamegyei sváb viseletekbe öltöztetett babáinak egy részét, ugyanis elmondása szerint otthonában csak nem 86 baba díszeleg, amelyek teljesen élethűen vannak felöltöztetve. Nagyon szeretem öltöztetni ezeket a viselet ruhákat, nagyon szépek, és saját magam készítek rajtuk mindent, úgyhogy a kötéstől a horgolásig, a varázsig minden saját kezűleg, és amennyire lehet, eredeti régi anyagokból készülnek. Hát ehhez elég nehéz hozzájutni, de hát most már 16 éve csinálom, hát azóta azért elég sok mindent össze tudtam szedni, illetve nagyon sok mindent kaptam felajánlásból is, úgyhogy nem kellett sokat mennem, utána hozták. És nagyon szépek a viseletek, csak sajnos már kevésbé föllelhetők. Múzeumok, tájházak, gyűjteményekben még van, magánembereknél nagyon kevés van, és de most már nem sok hiányzik, egy 4-5 darab hiányzik az egész Tolnamegyéből, településekről. Hát azt még igyekszem beszerezni, elkészíteni, aztán befejeződik. A sváb viselet az első világháborúig szinte teljesen fekete volt. Nagyon kevés volt a színes ruha, de az is csak sötét bordó, sötét kék, sötét zöld. Nem volt díszes, illetve rosszul mondom, nem díszes volt, de nagyon egyszerűen, diszkréten díszítették, ami nagyon elegánsá tette a ruhákat. Volt, ami passzentos volt, tehát alakhoz feszülő is volt, ami bő volt. A passzentosok azok csodálatosan szépek voltak, és a legszebbek a mennyasszonyi ruhák voltak. Na most a mennyasszonyi ruha az úgy volt, hogy mennyasszonyi ruha volt, ünneplő ruha volt, és halottas ruha is volt. Hogy nagyon sokat abba temettek el, amibe férhez ment, mert hogy sok ruha nem volt. Aztán később a 20-as években már kezdődött a színesedés, amikor a magyar hatások jobban érződtek már a viseleteken. Akkor kezdtek el tarkábba járni. A 40-es évekre az már teljesen, azt mondják, hogy megbolondult, mert rettenetesen színes és tarka lett a viselet. Sok magyar behatás is van benne, és szláv, meg szlovák behatás is, úgyhogy akkor már nem igazán teljesen sváb a viselet. A sárköz nagyon sokat változtatott, a siógárd, a kötényeken, a rózsás kötények, amik a sváboknak régen nem voltak, azok akkor kezdtek el 30-as, 40-es években elterjedni. Ez egy kisfiú, a fiúkat 3 éves korukig szoknyába járatták régen, és aztán lettek, aztán kaptak nadrágot, amikor már szobatiszták voltak. Ez a kis csipke, ez több mint 100 éves rajta, a kis főkötője, ez a felsőnánai a kisfiú, de Gyönki felsőnánai gyerekeknek ilyen hasonló gyöngyös sapkájuk volt. Ez egy kötött sapka, amiben belekötöttem a gyöngyöt, a monogramját és az évszámát, amikor született. Till Jánosné azt mondja, mindig is, már egészen kiskorától kezdve nagyon szerette a babákat öltöztetni. Elég sokat utaztunk, rengeteg népviseleti babát gyűjtöttem össze, és csak magyar nem volt köztük. És vettem volna én magyart is, de majdnem minden, amit láttam, ilyen kínai öltözékben volt, hát az nekem nem tetszett, gondoltam varrok. Akkor elkezdtem varni, akkor vartam 4 vagy 5 magyar babát, a környező viseleteket megvartam, és akkor eljutottam a mözsi viselethez, ami nem kimondottan magyar viselet volt, hanem magyar, sváb és szlovák keveredett viselet volt, és nagyon tetszett, és akivel együtt vartuk, a Rézi néni, ugye a svábasszony, a Rézi néni mondta, hogy hát ha már elkezdtem, akkor próbáljam meg a sváb viseletet. Na és akkor elkezdtem a sváb viseleteket, és akkor úgy döntöttem, hogy na, akkor ez marad, és hát beleszerettem. És így maradtak a sváb viseletek. Úgyhogy most tényleg ott tartunk, hogy nagyon kevés hiányzik a tolnamegyeiekből, de hát kijebb már nem nézelődök, mert elmúlt az idő, most már annyit nem tudok elkészíteni, hogy mást is vállaljak még hozzá. Thank you.
egy öltözék elkészítése akár 2 hónapba is beletelhet. Nagyon lassan is megy, főleg ha egy olyan kézimunka van rajta, amit nem ismerek, azt ki kell kutatni, hogy egyáltalán hogyan kell készíteni, azt próbálgatom. Van, hogy napokig próbálgatok egy kötésmintát, mire rájövök, hogy hogyan készítették, mert sehol ez már leírva nincs. Ugyanez van a kézimunkával, a horgolással, nagyon sok úgynevezett neckap, ez a kis fej háló, ilyen fekete kis neccelt konykötő háló, az, amit nem tudok, hogy hogyan készítették, hát az is napokba telik, mire az ember rájön arra, hogy körülbelül olyat csináljon, de eredetit már nem tudok. Szóval az nincs, aki megtanítsa az embert arra, hogy hogy kell. Ez ilyen aprólékos dolog.